A Varró Leány Éjszakája Riti kisasszony hímzés közben rájött, hogy van egy kellemes érzés, amit ő úrhölgy korában nem ismert. Az ambíció Az ambíció szót minden nyelv úgy tartotta meg, hogy a latinból örökölte. Mi sem szolgálhatunk mással. Van szinonim szó elég, dicsvágy, becsvágy, nagyravágyás, feltörekvés, de az egy sem fejezi ki az ambíciót. Ambíció az, amikor egy budapesti varróleány felteszi magában, hogy ő fog olyan finom ízlésű virágokat hímezni, eredeti felfogással egy darab kreddesinre, mint akármelyik párizsi divat művésznő. Az ambíció igen jótékony indulat. És ezt a kellemes érzést a szegény emberek monopolizálják. Ha az ambíció a magasabb szférákba kerül, ott már elfajul nagyra vágyássá. Olyan, mint a retek, lapájon termesztve édes ízű hegyvidéken, elültetve, keserű, mint a torma. Az ambíció több várost felépített, mint amennyit a nagyra vágyás lerontott. De hát ezúttal csak egy krevdesénről van szó, meg az arra hímzett, csodaszép orhideákról, passziflórákról és arabeszkekről. Lidi föltette magában, hogy egész éjjel fönn marad, reggelre elvégzi a rábízott munkát. Zsuzsa asszony megtudva ezt a szándékát még lefekvés előtt, szenet rakott a tűzre, és azt tanácsolta a varrónőnek, hogy hagyja nyitva a hálókam rajtaját, amikor bemegy dolgozni, hogy a meleg bejusson. Milyen jó érzés az, mikor egy dolgozó ember magára maradhat, a munkában nem hosszú az éjszaka, csak úgy repülnek az órák. Kakukkos óra minden negyedet meghuhukol. Ádám apó még napfénynél lefeküdt a hárs ágyra. Sok volt a mai nap fáradtság az öregnek. Aztán jól is lakott, bort is ivott. Hát még a lelki verseny futtatás. Neki is volt ambíciója, az már, teljesüléséhez közeledett. Az a szép díszes szegények háza ott a város szélén. Nyolc órára elvégezte a munkáját a zsuzsa asszony. Az egész ruha be volt vasalva. Holnap csak haza kell hordani, nem is fog holnap négy órakor fölkelni. Kialussza magát, csak hat órakor kell föl. Nyolc órakor haza kerültek a napszámos legények, olyan lármával jöttek, mintha veszekednének, pedig csak beszélgettek. De hát ők nem tudnak halkan értekezni, nem sokára tele volt velük a fáskamra, s lassanként a lárma elcsillapult be. Egy vasajtó becsapódás az utca felől jelezte, hogy kilenc óra. A lútfertájos nő bezárta a boltot. Az utcán a nehéz üres társzekerek csörömpölnek végig, amik egész nap szenettéglát szállítottak. Azok mind ebben az utcában tanyáznak. Tíz órakor kapu nyílik hintó az udvarra. A komfortáblis érkezett meg. kifog, beviszi a lovat. A paripa egy kis ideig röhög a zabra, aztán az is elpihen. Csendesség lesz a háznál, csak mint egy távoli fűrészmalom dorombolása szűrődik át az éjszakán a mindenféle kaliberű torkoknak a horkoló versenye. Ekkor kinna kertilak körül elkezd egy andalgó macskapár egymással szerelmi nyilatkozatokat váltani. A macskafüleknek az bizonyosan kellemetes ének. Milyen nagy regiszterű hangterjedelme van a kandúrnak, két oktáván keresztül bírja. Ez még jó volna, de a macska mernyelkolásra meg a vigyáz ébred föl, az előre rohan az ágyaról, és bomlott lugat és az ajtót kaparja. Erre Ádám apó tápászkodik fel, és oda cammog az ajtóhoz, kinyitja a kutyának. Ugye nagy morogva rohan ki a kertbe, s szétriasztja az éjjeli ábrándozókat, azok prüszkölve szaladnak fel a padlásra. A vigyáz mérges, hogy oda nem szaladhat utánuk, és sírva, csaholva panaszolja a keservét. Kesz, herejn, bejössz mindjárt, ki a bárá az öreg. és Mikor végre be tudja idézni a vigyázt, jót húz a hátára a nadrág szíjjal. A vigyáz aztán nem is bújik az Ádám ágya alá többé, hanem bemegy a lidéhez, és annak a lába elé kuprodva panaszói elnyőszörögve a mostani cudar világ romlottsága felőli nézeteit. Különösen ezek a macskák. Ádám apó megint lefekszik, de már nem tud újból elaludni. Tizenegy óra felé elkezd egészen csöndesen a maga Zsoltárját énekelni. Perej, uram, perlőimmel, harcoid ellenségeimmel, te pajzsodat ragad elő, én segedelmemmel állj elő. Dárdádat nyújts ki kezeddel, ellenségeimet kergesd el, mondjad azt az én lelkemnek, tégedet én megsegítlek. Ettől azután megenyhül a lelke, és ismét elalszik. Fél óra múlva két kocsma látogató jön végig az utcán, hangos disputát folytatva. Kaporik ablak alatt megállnak, mert ott az utca szeglet, ott el kell válniuk. Minden szavukat meg lehet hallani. Az volt a vitás kérdés, hogy el lehetett volna-e gurkót fogni a sipkaszorosban, vagy nem. Az egyik turkofil volt, a másik russzofil. Mind a kettő nagy stratéka. Egyik sem engedett a maga álláspontjából egy lábnyomnyit sem. Reggelig ott folytatták volna a háborút, ha az egyikért érte nem jött volna a felesége. Annak aztán meg kellett magát adni kényre, kedvre. Azt vitték hadifogságra. De még a túlsó utcából is visszakiabált, hogy ilyen gurkó, amit az ellenség hasonló stentorral torolt vissza éljen Ozmán Gázi. 12 órakor rendőri szabály szerint minden kocsmát bezárnak. A kizavart borozók jöttek nagy danulással végig az utcán, versenyeztek egymással, hogy melyik tudja a másikat reketti ordítani abban az elkeseredésben, hogy volt nekem egy daruszőrű paripám, de eladta a szegedi kapitány. Ezek alig haladtak el, jön egy másik marhacsorda, aztán meg sertéseket hajtanak végig az utcán. Ezek is úgy énekelnek, ahogy tudna. Vagy meg a cigányok érkeznek haza, zsiga a két rajkóval. Addig csoszokval lépegetnek, amíg a konyhán keresztül mennek, hanem oda lenne a pincében, kezdődik el a haddelhad. S igaz, így a nagyobbik fiút, amint a tányérolt pénzt számba veszi. Hát, te bibást, hogy tudtad elvenni a fületlen gombot pénz helyett? Hát, de micsoda? hiszen még tavalyi kutyabélyek, csupa újpesti hatosok. Minek veszel el mást, mint részpénz, ha szamár vagy? Hát most már én kicsaljak meg vele. Aztán már csak a tolvajok járnak az utcán. Gyanús füttyök hangzanak fel itt, amúgy, amíg titkos jeladások lehetnek. Valaki lassú léptekkel közeledik, és megáll a zsidóasszony boltajtaj előtt. Kulcsot próbálgat az zárt a boltban lárma támad, a betörő elszalad. Aztán elkezdenek az átelleni kovács műhely ajtaján dörömbölni. Bizonyosan a májszter érkezett haza, de nem bír lelket verni az inasba, aki a műhelyben alszik. Üti botta a kővel az ajtót, csak úgy hangzik bele az egész utca, még egyszer csak beeresztik. Három óra felé asszony sikoltozás riasztja fel az utcát, segítségét kiabálnak. Erre mozgás támad a padláson. A János konstábler szalad le nagy dobogással a lépcsőkön. Nem tekinti, hogy még tart a frájnap. Erőt vesz rajta a hivatás buzgalma, rohan ki az utcára. Hangzik az éles síp hangja, amivel jelt áld a távoli rendőröknek. Oda kindulakodást támad. Többen vannak, akik kiabálnak, de a János hatalmas hangja uralkodik a lármán. Ő most a Lohengrin. Megszabadítja az üldözött ártatlanságot. Ő a megtorló igazság lovagja. Bekíséri a gonosz cselszövőket. Odin haragja elé. Végre, hogy semmi se hiányozik az éjszakai élvezetek repertoáriából. Négy óra tájó nagy trombita szó hangzik az utcán. Vágtatva csörömpölnek a tűzoltó szekerek keltre nyíló ablak egyszerre megvilágosodik. Valami nagy épület gyullad ki, a felhők ígér a lángja. A veres fény betölti a szobát, a varró kénytelen a nagy kendőjével lefüggönyözni az ablakát, mert a tűzvilágítás egészen elveszi a szín érzékét. Akkor aztán dolgozhatik csendesen, nem páborgatja semmi. A is megállt. Néha eszébe jut megpihenni, öreg már az is. Csak arról tudja meg, hogy vége az éjszakának, amikor a város végén levő gyárak, gőzkürtőjel kezdenek mamut bőgéssel jelt adni a munkásaiknak a felgyülekezésre. Vastagon és vastagabban, aminek az indulni hajó leviáltán üvöltése kontráz. Erre azután elkezdődik az áteleni kovács műhelyben is a pörölyök csattogása. A szenes társzekerek indulnak a munkának, meg elevenül az utca, szemetes legény csenget kapuról kapura. Mikor leveszi a varró leány a nagykendőt az ablakáról, már akkor az a része az égnek, mely éjjel a tűztől veres volt, mostan fekete a füsttől, az átelleni része tűzveres, itt jön fel a nap. Átvirrasztotta az egész éjszakács, meg volt elégedve, a hímzett teljesen elkészült. Hát gondoljuk, mintha most lett vége a kotíjonnak.